Az idei pécsi adventi vásárhoz készültek a képen látható plakátok. Ezeket kifogásolja a Polgári Oldal önkormányzati képviselője. Kőveri János szerint a baloldali városvezetés idei alatt minden évben érte valamilyen provokáció ezt az időszakot. Az egyik évben eltűnt a betlehemes a fa alól, és szivárványos kis vonat került a helyére. A másik évben a lámpa lekapcsolgatásával riogatta a pécsieket. Most a legújabb ilyen attrakció az az, hogy a dzsámit, illetve a székesegyházat kereszt nélkül ábrázolják a városi plakátokon. Ezt most már nem nagyon tudjuk így másnak tekinteni, mint áldó provokációnak. Éppen akkor, amikor leginkább a béke ideje lenne, az advent idejében az elcsendesülés ideje. A plakátokról, hiányzó keresztekről kérdezte a pécsi polgármestert a képviselő a ketti közgyűlésen. Péterfi Attila válaszát egy papírlapról olvasta fel. Ebben az adventi vásár sikeréről, népszerűségéről beszélt, majd a felvetett problémát alaptalannak nevezte. Mi azért tartottuk fontosnak az advent megszervezését, és ebbeli szándékunktól azt sem tántorít el bennünket, hogyha azt a jobboldali pártok egy stilizált kép félre magyarázásával próbálják feszültség és vita generálására használni, akkor is, amikor ennek kereken nulla alapja van. Ezzel le is zárta ezt a kérdést a városvezető. Közben az önkormányzat heti sajtóközleménye, amelyben rendszeresen a jobboldali sajtótermékek pécsi híreit kommentálják, azt írta, a plakátokról, illetve a keresztek hiányáról megjelent cikkek propaganda termékek. Ezekkel azonban nem találtak valódi fogást a baloldali városvezetésen.